Szinte többet vannak a levegőben, mint a földön gyakorlás közben a BMX-esek. Ezek közül a nyíregyházi fiatalok közül van, aki napi 4-5 órát is gyakorol, de mivel ez egyben a hobbiuk is, nem sajnálják a rászánt időt. A kerékpáros szakák helyi egyesületének tagjai is képviselhetik majd magukat most szombaton az országos BMX bajnokságon, ahová az ország számos pontjáról érkeznek résztvevők. Körülbelül egy olyan 50 és 100 versenyző között várunk versenyzőket. Magyarország legnagyobb pálya, vagy legtöbb elemével rendelkező és legnagyobb pályája egyébként a nyíregyházi, és az egyesületünk is tulajdonképpen az országban egyedülállóan a legerősebb egyesület most, és a Kerékpáros Szövetségnek a választása ezért is esett Nyíregyházára, mert most pillanatnyilag Nyíregyháza lehet kijelenteni, hogy a BMX-eseknek az egyik fellegvára most az országban. Az esemény már a 2020-as olimpiára készíti elő a kvalifikációt, ahol először láthatunk szabad stílusú BMX versenyeket. Hazai képviselők abban bíznak, hogy az ötkarikás játékok segíthetnek az itthon még gyerekcipőben járó szakák fejlődésében. Nyíregyházán évek óta fontosnak tartják, hogy nagy figyelmet fordítsanak a BMX-re és más extrém sportokra is. Akik szeretik az adrenalin bombákat, illetve keresik az ilyenfajta kihívásokat, azt gondolom, hogy nekik ez nagyon fontos dolog, ugyanis van, akik nem szeretik a hagyományos labdajátékokat, nem szeretik a tornát, a futást, nem szeretik a különböző önvédelmi sportákat, hanem ebben az extrémben találják meg a saját maguk által elképzelt sportot, illetve azokat a kihívásokat, azt az adrenalin szintet, amelyet ők szeretnek. Ezért fontos az, hogy a cizellát legyen a sportok területén, és azért fontos az, hogy a nem annyira nézett, vagy nem annyira a köztudatban lévő sportágok, mint például a BMX is egy ilyen sportág, az is itt legyen a városban, mert van olyan réteg, igenis, meg van olyan nézősereg, aki ezt szereti. Az augusztus 24-i kertvárosi országos BMX bajnokságon nemzetközi szintű kvalifikált bírók figyelik majd a versenyzőket, akik között külön értékelik majd a juniorokat és a profi felnőtteket. Utóbbiak között vannak 30-asok, 40-esek is, ahogy az egyesület elnöke nevezte őket, öreg riderek.